Üdvözletemet küldöm nektek, sziasztok egy újabb videóban, videóban, fedejóban. Gyerekek, ez a mai videóm, ez az úgy nevezett ipari hulladékot nevegyé kategória, és ebben a videóban fogom nektek ezt a csodálatos túra túlélő prepper outdoor mindennek vizálónak, mindennek elnevezett mobil power bankot bemutatni, ami elvileg ugye napcellás töltése is van, de aztán majd kitérünk rá. Szóval, gyerekek, ilyet ha láttok az interneten, mert még lehet kapni, mondjuk ez nekem elég régóta megvan, még még valamikor, réges, rég egy messzi-messzi garrasszisba kaptam, ezt még a volt kollégámtól ott vettem, rendeltettem vele, mert ez még csak, mink a Vaterá lehetett kapni ami négyezer forint volt. Most már látom, ötezeröt ér árulják, pedig már eltelt vagy legalább hát vagy 8 év azóta. Érdekes módon valahogy nem ment az az ára. Szóval gyerekek, adott egy ilyen mobil powerbank, amire azt állítják, hogy napellemes töltése van neki. Amiben végül is van valami igazság, mert most belevilágítok itt nektek, a egy kicsit idébb húzom ezt a mikrofont, Kicsit, ha így belevilágítok nektek, amit a napelem itt van, rajta ez zöld led. Most, ha belevilágítjátok, ott világít a zöld led rajta. Tehát valóban a napelem az működik rajta. Az működik. Az egy kérdés, hogy gyenge és semmit nem ér. No, szóval ezt a töltőt én annó megpróbáltam használni, aztán a fiók mélyén végezte, mert gyakorlatilag semmire nem jó. Tehát ez ez. ez, ez Napellemes töltésre alkalmatlan, mert volt, hogy egész délután kim volt a tűző napon, aztán sehol semmi. Egy egység sem töltődött föl, egy sík se. Vizálónak hirdetik meg annak, hogy rákasztott szépen a táskádra, és akkor, mikor túlázó volt is hozzá egy ilyen karabíner, rá lehetett így akasztani a hátizsákra, tudod, izsák, izsák, hátizsák, <laughs> ráakasztottad, és akkor Föltöltődik elvileg a napfénye, hát mire eljutsz, mit tudom én, gyalog a kék túra egyik pontjából a másikra két hónap alatt, addig gyakorlatilag süt a nap végig, akkor sem tud gyakorlatilag semmit. Na. Szóval, hát természetesen, nem is vizáló. Tehát én egyszer tettem ki az esőre, utána én megfordítottam, azt ki a sarkából a víz. Tehát az ennyire. Egy hát gyakorlatilag gyerekek, ez egy kínai ócska bóvli, ez semmire nem való. Ez egy ipari hulladék, gagyi kategória. Csak azért mondom nektek, mondom, mert ezt még a mai napig lehet kapni. Szóval van ilyen, van ilyen, van bon ilyen. mai napig lehet kapni, de ezt nem szabad gyerekek megvenni. No, hát akkor nézzük meg, hogy mit ígér ez a kütyű, és hogy mi van benne. Jó, így mit ígér? Nézzük. Ide van írva a hátuljára. Látjátok, feleim szintükkel, mik vagyunk. Ide van a hátuljára, beillesztek ide egy nagyítót. Már egyből jobban látszik. Lithium polimer axi, 5000 mAh óra. A nap elem az 5 volt, mert 200 mah ad le. Uh -huh, persze. Na, ma idén China. ES 500-as, mint a Mercedes. <laughs> Modell ES 500-as. Tényleg, mint, az ES 500-as Merci. Na, ennyi. Nem is fárasztalak az adatokkal benneteket, mert felesleges. Tehát magának a kütyűnek a, a dizájnja, még azzal nem is lenne semmi gond, mert ez tényleg olyan, hát olyan kis átdóros dolog. Gyakorlatilag összetörni talán nem fog, mert én egyszer elejtettem másfél méter magasos szétesett dalabokra, de ez egy dolog. Ugye van rajta egy... Na, de jó. Van rajta egy ilyen USB csatlakozó, amivel le tudod venni a feszkót. Meg van egy mikro USB ajzat, ami ugye tölteni tudod, csak egy hát, ez olyan hülyén van megoldva, hogy a kábelt alig beledugni. És hozok egy mikro USB kábelt. és akkor fogod. Ennyi. Tehát bele sem megy, mert olyan gagyi az a burkolat, hogy nem tud tőle belemenni a kábel. Tehát én mindig úgy töltöttem, amikor töltenem kellett, mert hát ugye sokszor, mert ugye napellemről nem töltött ez, és mindig úgy töltöttem, hogy annyira vizáló gyerekek, és akkor most így megböffentem nektek, aztán mutatom a többit persze, érdeklődéseteket ne veszítsétek el, de annyira frankó, hogy megfogod, és akkor ezt a víz ennyire vizáló basszus, hogy lejön így az egész róla, jó, tehát hagyjuk, tehát ennyire vizáló az a történet, látjátok, tehát itt órán száján folyik bele a víz, meg ez most őszintén, ez most, ez, ez, a gumi, ez a, kumi, ez a ez, 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 mi? Tehát, na. És van pofájuk vizálóként, meg cseppállóként tárolni. Azt a bovlit. Itt a másik oldalán, ugye itt is van egy USB, innen is lehet egy telefon tölteni, meg van benne egy ilyen kis világító, lehet, kvázi zseblámpának, áll, még annak se jó. Kétszer rányomsz röviden a gombra, akkor ad egy ilyen ledes lámpát, ami gyakorlatilag arra jó, hogy a sátoron a cipzárt megtalált, meg esetleg a nadrágodon, ha nagyon fontos és te, másra nem jó. Kétszeri kapcsolásra ki lehet kapcsolni, Itt mutatja, hogy az igazi jó kínai, bazári kék ledekkel mutatja, hogy éppen mennyi a delejben, nem töltöttem töltöttemre. De ahhoz képes mondom, hogy nem használtam, vagy 8 éve nem meglepődtem, mert a töltését úgy nem vesztette el, mert föl volt töltve és mennyi van rajta? Tehát három ilyen kis csík, ami soha nem azt jelenti, hogy mennyi van benne, de nem halt meg az akkumulátor évek alatt a fiókban. Tehát ez egy pozitívum, de még az inkább valószínűleg a BMS töltésvezérlő, töltésszabályzó áram köré, ami benne van, az annak az érdeme, nem is az akkujé. Szóval mondom, még egyszer a dizájnja az úgy, ahogy megfelel, tényleg kicsit olyan kézben, olyan izél, meg jó néz ki, meg minden. Ezt több színben árulják, az on feketébe, ez, a, ez, ez, ez is fekete, meg van ilyen neon zöld, meg minden, ugyanez gyakorlatilag, hát nagyon sokféle színben árulják. De hát most megnézzük azt, hogy mit rejt ez a nemes és kecses belső, hogy mi van benne. Tehát még egyszer mondom, 5000, 5000 órát írtak rá, és ugye 200 milliamperórás a napcellának a teljesítmény, hogyha teljesen ugye sütik el nap. No. Ez mondom, vizáló. Tehát értitek? Vízáló. Minden, tudod, voltak a régi karórák. Vizáló, tudod, a szíjáig. Szíjáig vizáló, csak az órát ne érje a víz. Ennyire vizáló. Nézd meg. Hát én nem tudom, hogy egy vízmolekula mekkora, de itt, amely vízmolekula nem megy át, az már gyakorlatilag sehol. Ennyire vizáló. És ez kész. ennyi az egész, nézzétek lehet, hogy ki is veszem minden ezt a, az, ezt az antracit lapot, mert hogy áh, hát itt se lehet jobban látni, az a baj. Hogy még jobban be is tort. Ide kéne valami jó az asztalra, valamilyen izé könnyeklőszerűség. Ennyire vizáló. Így. Látjátok, gyerekek, ennyi az egész. Ennyire vizáló. Tehát most őszintén, ez az ipari hulladék kategóriana. Ennyi. Egyedül mondom, itt van az zéja, egyedül a BMS áramkör, ami, ami ér benne szerintem valamit, ez a töltésvezérlő, meg az egész, ami intézi, mert hát azt nem sikerült végül, nem merül ki teljesen 8 év alatt se. Mert az az áramkör, ez nagyon gagyi lenne, akkor már leszívta volna az aksit. Ugye, itt van a, a napcella, a hátulja, ugyanúgy kapja a delejt a, az az egész. Ugye közvetlenül ide van rá téve, itt írja is, hogy szán, hogy nem, hogy tehát így, ja mutatom. Itt a fönt a fekete vezetéknél is van írva, hogy... De jó, hogy azt bírom ebbe a kamerába, érted, hogy HD kamera, meg minden, de még se látszám semmit vele. És rásunk, megy a, a softbox, meg minden megy, a, videófény minden megy, és akkor se. Na, ilyen a belseje valahogy. Így néz ki. Nem, ott, oda van írva. Na, no van. Nem is ez a lényeg. A lényeg az, gyerekek, hogy ilyet 5400 forintért, ami árulják, hogy 5000 é, attól függ, hogy ilyet nem szabad megvenni. Lányos, Na, a napellemen nem kapsz konkrét adatokat, már is engedte a forrasztás a zsino, ennyi volt a forrasztás, el is engedte, Mindegy, akkor legyen meg az akarata, ezt meg ugye le se tudod róla Épp nem majd, majd, fogom, azt visszaforrasztom. Ez meg ugyan Itt van egy másik uh, kivezetése is, hogy látszik, hogy több van neki. Vagy rámérek multiméterre, de hát, hogy az, ahhoz napfény kell, hogy, hogy ez valójában mennyit ad le, de hogy nem annyit, az biztos, mert egyszer nem sikerült vele feltölteni ezt a kütyüt, úgyhogy tök minden. Na, és ugye ez a belseje. Itt van maga az akku. Itt van az két, 2000-es, igen, ez az. Ez az akkumulátor, ami benne van, az 2015-ben gyártották, 2015-ben lett gyártva, negyedik hónapban, 7 éves. Én mondtam, hogy 7-8 éve van ez nekem meg. És ez körülbelül ilyen amit kimértem annó, az ilyen 2000, 2500 milliampere órás az aksi. Annyit tud. Na szóval, értitek meg a vizálóság. Meg eleve úgy van az akku belerakva, nézzétek meg, hogy úgy rakták bele, hogy fő van gyűrve a szél. Tehát ilyen ilyen ócska, tényleg ilyen trógermeló. És tudod, ez a gond, ezt mai napig árulják, érted? És nem, nem az van, hogy most mit tudom, ez forinté adják, vagy 2000-é, hanem 5500-et, meg plusz posta, meg minden megrendelet. Persze. Még előre fizesd is ki, hát ha két hónapot várni kell, mire megjön. Van, nem, akkor meg rohan a pénzed után. Úgyhogy azért nem is fizetek ki soha előre semmit, nem véletlenül. Na, és ez, ez, ez van, ez az egész. Hát ez ennyi. Milyen. Ilyen, tehát én gyerekek, ilyen bóvni, ócska, fos. Ezt nem szabad megvenni. És mondom, hogy, hogy amit hogy kritériumot, amit ígér, hát abból semmi nem igaz, mert, mert most vizáló. hagyjuk már. Nem, majd aztán visszaforrasztom ezt a két vezetéket ide a napelemre, mondjuk a nagyon sok értelme nincs neki, mert úgysem nem jó az semmire próbálkoztam, tudod, azzal, hogy esetleg egy ilyen kerti szolárlámpának az aksiát tölteni. Ki van a telken. De az sem, arra se az igazi. Ez nem, 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 tudom, milyen ez a napcella. Gondolom, ami bóvli. Az úgy be bele, bele is van. Ez, az, 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 nincs ez beleragasztva. De hogy is van beleragasztva akkor még vizáló lenne a végén. Na, itt van ennyire vizáló, tehát bele sincs ragasztva a napelem. És valami franc tudja, milyen napcella és van által gondolom legsilányabb valami bóvli. Ennyi. De az öt volt ott nem ad le. a 200 millió ampert sem, mert amikor mértem, akkor még nem szedtem így ki ebből a keretből, akkor kb. 60 millió ampert tudott. Igen, másfél, két volt körül adott le. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyet, ha láttok, ilyen csodálatos, ilyen, ilyen, ilyen napelemes töltőt, vagy ezt nem vegyétek meg, mert ez, 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 ez kudarc. Inkább a egy normális powerbankot. Néha van ennek ezek a, a Tronic, meg ezek a tök márkák, mit tudom, az aldi meg a lidi be akkor inkább ott egy 10.000 mah órásat, mint tudom én, most 5.000 forinté, még az is ezerszer többre mentek, mint ezzel, mert ez ez, 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 nem. Tehát ez, ez egy bóvli, ez egy ipari hulladék. Na, tehát... Úgyhogy ennyi a történet. És mikroswitch. Nem, nem, hát ez a... Ebből ez az áramkör, ami ér valamit. Amit, tehát ezt az áramkört az ember kibeszi belőle, akkor ezt egy ilyen akucellával, egy ilyen töltőnek meg lehet oldani. Ez az áramkör, ami, ami ér valamit benne tényleg. Két kimenete van, van egy bemenete, amit külsőleg is lehet tölteni. Most tök hogy napelemet kötsz rá, vagy mást, csak az a feszültség ugye az, az megfelelő legyen. Meg van neki egy mikro USB ajzata is, ahhoz szintén fel lehet tölteni. A töltést az felveszi, tehát mindjárt meg is mutatom nektek, hogy a töltést az felveszi, mert ez, ez, ez izé. És akkor kikapcsolom már ezt a, kármit rajta. Töltést az felveszi, tehát nincs, nincs elektronikus szempontból, nincs úgy baja. Mindentőbb. De rádugok egy powerbankot. És akkor elvileg tölteni kéne neki. Ja, hátjátok tölt is. Mennek a ledek rajta, tök szépen sorakoznak. Tehát a töltés beindult szépen. Hát egy kicsit föl is töltöm, ja. Mert maga mondom, ez a, ez, ez a töltésvezérlő, meg az áramkör, ez még úgy, hogy ér benne valamit. Na gyerekek, nem mutatlak benneteket, ez a csodálatos, wonderful life-os töltő, valami gyakorlatilag mondom, még egyszer semmit nem ér. Csak azért mondom, hogy ne vegyetek ilyet, még véletlenül se. Akkor még egy ezer forintot hozzá kell tenni, ezt akkor kell normálisat fenni. Mert hiába a napellemes töltés nem ér semmit. Kim van egész nap a tűző napon, meg ez is figyeljtek ide, még azt gyorsan elmondom, ezekkel a napellemes töltőkkel. Ugye a litium ion akkumulátoroknak, meg minden akkumulátornak van egy optimális hőmérsékleti tartománya, amiben jól működik, és amiben normálisan tölthető. Meg amivel az elektronika enged is tölteni, már a persze olyan az elektronika. És az a napellem ugye rajta van, ezen bele van ebbe a házba ez az egész építve, így áll le Suzanne-men. Visszarakjuk azt az egészet. Bele van, ebbe, bele van ebbe az egészbe építve ez a napelem. Mindjárt, 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 mindjárt. Közben ez is kiesik belőle, de jó most van a helyén. Na, értitek? Tehát benne van az egészben az a kis napcella. Hát ha kiteszed a napra, akkor ez felmelegszik, mint a vaddisznó. Tehát főleg, ha órákat kin van a tűző napon, ez olyan forró. És gondold el, hogy ez alatt közvetlenül ott van az akkumulátor. Érted? Hát én annak idején szétkaptam, ne tudjátok meg, olyan forró volt az axi, mint a barom. Hát át volt az egész tüzesedve, kint a napon. Én ezt a napellemes töltést ezt én úgy tudnám elképzelni, hogy van ez a napelem, ami persze nem ez, hanem a tényleg, ami jó, külön ki van téve a napra, külön ki van a velőle vezetve a feszkó, és egy külön házban van az axi, amit mondjuk egy ilyen kábellel lehetne tölteni. Az akkumulátor meg úgy árnyékos helyen van, ahol nem tűzi a nap. De az, hogy a kettő egybe van építve, értitek? így, nincs közöttük még egy két milliméter légrése gyakorlatilag, mint látszik is, mert az össze van pattintva. Érted? Ez úgy fölforrósodik, ez úgy tönkre vágja az akut, hogy öröm nézni. És akkor még örülni kell esetleg, ha 45 fokos kánikulába kim van reggeltől estig, ha még nem is robban fel, vagy nem púposodik fel, akkor örülni kell neki. Ez szóval azért az, ez is egy a hülyeség, hogy lehet, oké, jó az a szolár töltő, csak akkor külön a, a, a szolár, meg külön az aku meg az elektronikája, hogy ne tűzze a nap, ne egye a meleg. No, gyerekek, ennyi volt, jó? Vigyázzatok nagyon magatokra, és legyen szép napotok. Köszönöm, hogy megnéztetek, iratkozzatok fel, a többit meg már tudjátok. Sziasztok!